Ezek az új építésű házak még üresen állnak Nyírmihájdiban. A lakók várhatóan decemberben költözhetnek be, és a község szegregátumából érkeznek. A ház az gyönyörű, szép, igényes. Hát mondta az elvárásainknak alapján, tehát jobbat nem tudtam volna elképzelni se. Tehát ez gyönyörű ez a ház, és köszönjük szépen. Összesen 5 új ház épült, vagyis 5 család életkörülményei változhatnak meg gyökeresen. Az önkormányzat évek óta dolgozik a mély szegénységben élők helyzetének javításán, a közel 2300 fős településen ugyanis mintegy 1300-an élnek szegregátumban. Vince István polgármester elmondta, a 3 éve indult programban a lakhatáson kívül képzést, tanácsadást is biztosítottak a résztvevőknek. Ezek vadonatúj lakóházak, az összberuházási értékünk a bruttó, tehát bruttó 156 millió forint volt, és igazából a pályázatnak a célja az volt, hogy akik hátrányos helyzetben élnek itt a településen, és több generáció lakik együtt, a nagyszülők, szülők és a gyerekek, onnan gyakorlatilag a családot, a fiatalabbakat kihozzuk, és önálló lakhatáshoz juthathassuk, úgy, hogy a kor színvonalának megfelelően tudnak egy saját otthonban élni. A térségben ehhez hasonló úgynevezett telep programra összesen 6 önkormányzat nyert forrást. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, a rendszerváltás óta szociális célra ideérkezett a legtöbb hazai és uniós támogatás. Összesen 77 emberi erőforrás operatív programbeli pályázat valósult meg itt a választókerületben, ezt úgy hívják a köznyelvben, hogy E-fokos program. Összesen 8,2 milliárd forintból. Ebből ez a 6 program, ami a szegregált élethelyzetekkel kapcsolatos, az 2,4 milliárd forint, mert hogy ennek van egy fejlesztés, egy építési lába, és van, amikor a közösség építése történik. Ez pedig már a kulcsátadás. Garainé Zámbó Rozália a tervek szerint a napokban költözik ide családjával. Férjével 4 gyermeket nevelnek, akik már korábban meg is nézték jövőbeni otthonukat. De legjobban a padlófűtés tetszett nekünk, mivel mezítláb szaladgálnak állandóan. Azt tetszett nagyon nekünk, meg az erkélyajtó, az nagyon, úgyhogy minden lényegében. Amint egy 80 négyzetméteres házakra a bérleti szerződések 5 évre szólnak, a beköltözőkkel szemben fontos követelmény, hogy a rezsiköltségek fizetése időben történjen.